Tehát nagyon jó lenne, ha mindenki dolgozna a kutyákkal, mert teljesen mindegy, hogy milyen fajtájú az ember kutyája, ugyanarra képes mindegyik. Tehát mindegyik képes mindenre, hogyha foglalkozva van vele. Teljesen mindegy az, hogy a Stafford, ez egy németul, ez egy uszkár. És most egyszerre fog támadni két kutya, megvédik a gazdáikat. Tehát először egy és szegény Erika még mindig nem állt meg. Úgyhogy kap egyet argosztot. És látjátok, hogy jövő akkor a két kutya, nem egymással vannak elfoglalva, kizárólag a feladat érdekli őket. Nem más. Jó, tehát Argos már fog ereszteni. Ő már egy jó képet felnőtt, hogyha nyilván most nem azt mondjuk kérdezt. Vagy magától ereszt, vagy egy eresztezés szóra. Ereszt! És rögtön ereszted. Tehát nincs ilyen, hogy szájzára kap egy kutya. Nincs ilyen. Én is, tehát álló embere, arra van kicsit, hogy álló embere nem támad. Tehát mozdulatlan emberre soha, semmilyen kiképzett kutya nem támad. Akkor igen, akkor. Csak akkor, hogyha oda nyúl az Erika. Tehát egy jól képzett kutya, mozdulatlan emberre nem fog támadni. A kutya támadásáról is, amikről hallunk, soha nem képzett kutya. Én még azt nem hallottam, sőt, nagyon sokan nem hallottunk rá, hogy képzett kutya ok nélkül bárkit is bárkott volna. Tehát ott mindig a gazda a hibás. Tehát ez is nagyon fontos, tehát nem a kutya, a gazda. Nincs olyan betegség, hogy 100 millió kutya körül egy, tele is pusztul. Tehát nem azért nem engedesztenek a kutyák, hogy szájzárat kapnak, hanem mert nem tanítják meg őket. A pitbull, semmi gondja a pitbullnak. Jól kell tanítani. Így van, tehát ti most arról beszélje, hogy akkor nem ered egy tanít, mert tanít, és így van. Legyen a Stafford vagy más fajta. Tehát ő ereszteni fog most se első szóra. Mert megtanította neki ezt. De látjátok azt is, hogy nem ész nélkül dolgoznak, nem bolondulnak meg, nem borul el az elméjük, hanem teljesen tudatában vannak és tisztában vannak azzal, hogy mit kell csinálni. Egy éles helyzetben ugyanezt történik. Tehát ott is teljesen tisztában vannak kutya vele, hogy mikor kell támadni, mikor van szükségre. Most láthatjátok a harmadik fajtát, hanem amikor tulajdonképpen emberre mehet egy kutya, tehát ez az, amikor őrzésben van. Most Argosnak őriznie kell az Erikát. Amíg nem mozdul, nem bánthatja. Magára fog menni, úgyhogy nem mozoghat, nem futhat el, nem támadhatja meg a kutyát, különben a súlyát. Amennyiben nem mozdul meg, akkor ha kell az Argos, hogy itt ülne vele egy hétig is, és segítne. Tehát nagyon fontos, hogyha valamit megtanítunk egy kutyának, persze mindegyik kutya ugye tud ülni, tud állni, tud feküdni, ezt meg kell tanítani. Azt tanítjuk nekik, hogy úgy álljanak, álljanak, feküdjenek, hogy mi mondjuk, ameddig mi akarjuk, hogy mi vagyunk a gazdáink. Tehát itt is. Első óra azonnal dolgozzon a kutya, és pontosan azt csinálja, amit a gazdája vár tőle. És látjátok, ki lehet hívni a kutyát, tehát nincsen vele semmilyen probléma. Higgadtak, nyugodtak, bármikor visszahívhatóak. Jó, akkor most mehet a kutyát, pedig most meg lehet simogatni. Tehát bármi kicsire felnőtt akarja most, tehát jönnek a többiek is. Most már lehet simogatni a kutyusokat is. Ófej és rövid kutyasimogató tanfolyam, ugye először megszagoltatjuk a kezünket, megmutatkozunk a kutyának is, gazdinak is, lehet-e simogatni, megkérdezzük. És utána kézszagoltatás után simítjuk határozott nyugodt mozdulatokkal a kutyákat. Soha nem nyúkálunk hátulról felé, nem nyúkálunk fel a fejükhöz, a hátukhoz. Jöhetek be nyugodtan és simogatni, amit szeretnek. De látjátok, amikor egy kutya tudja a dolgát, akkor nem tudom, mit fogom tanítva, gondolkozni. Utána. Kutyázzatok így! Tehát látjátok, egy őrködédő munka után is nyugodtan lehet őket simogatni, tehát nem harapnak, nem bántanak senkit. Margot, a csoda kutya! Nem ő van egyedül!